magabiztos Magyar János, a 2015-ös formaautós magyar bajnok a hétvégén bebiztosította első helyét a közép-európai zóna bajnokságban és a magyar mezőnyben. Az Eszet kupában továbbra is első kategóriájában. A Pannonia ringen egy pole pozícióval és egy győzelemmel kezdett szombaton. Nagy gondot nem okozott ez a verseny. Fölfogtam igazából egy tesztnek, mert ahogy megelőztem a Renault-s versenytársat, utána már nem kellett se határon autózni, sem figyelni arra, hogy esetleg utolérhet beszúrva. A tükörből láttam, hogy jóval le van maradva, és így tudtam spórolni a végéig. A második futamon ismét pole pozícióból indulhatott. Jani könnyed rajtcél győzelmet aratott. Időmérő megszereztem a pole pozíciót több mint 3 másodperccel, majd a rajt is jobban sikerült, meg tudtam tartani. Igaz, hogy az 1-es-2-es kanyarba mellém beszúrt a Renault-s versenytárs, de sikerült kivédekezni és megtartani az első helyet. Majd pár körig jött, azt vettem észre, hogy egyenesekben most ő volt a jobb, viszont kanyarokban sokkal jobb voltam és tudtam előnyt kiautózni. Majd utána végén tudtam tartani ezt a különbséget és kényelmesen behoztam az autót. Fél órával a harmadik rajt előtt megérkezett az eső, így a hétvége záró eseménye, ami nem számított a zónabajnokság elszámolásába, vizes verseny lett. Jani számára egy hiba és egy technikai probléma végleg megpecsételte a végeredményt. A safety car mögött 2 kört is tettünk, hiszen állt a víz a pályán, majd a rajtot nagyon jól sikerült elkapni, egy fél cél egyenes sikerült kiautózni mindenki előtt, majd a 2-es kanyar felé megcsúsztam, és a mezőny elment, majd próbáltam utána menni, kicsit túl is erőltettem, így hibát szült, majd a versenybírák is kiintettek, mert az eső lámpám nem működött, így nagy hátrányba kerültem, és már nem bírtam utolérni a mezőnyt. Így is értékes pontokat gyűjthetett, és végül megőrizte a vezetőhelyét a magyar tabella élén. A hétvége első 2 futamán begyűjtött győzelemmel pedig holt versenyben vezeti a zónakupa kategóriáját is.